vagy személy szerint, vagy gyerekeink által. A létrejöttének idén 10 éves évfordulóját ünneplő Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának egyik missziója, hogy a vidéken élt, tevékenykedett és köztiszteletben álló hölgyek emlékét őrizze és hirdesse. Ezért döntöttek úgy, hogy a Beregszászi Budapest Parkban minden évben elültetnek egy rózsatövet, valamint emléktáblát avatnak ezen hölgyek egyikének. A háború kitörésének évében ez elmaradt, ezért idén két hölgynek, Ladányi Irénnek és Antónikné Polónyi Katalinnak állítottak emléket. Antónikné Polónyi Katalin és Ladányi Irén számára állítottunk ma emléktáblákat és ültettünk rózsatöveket, hogy az emléküket tovább ápoljuk és fenntartsuk azokat az értékeket, amikkel ránk ruháztak, és amivel felvértezték a beregszásziakat, a kárpátaljaiakat. Megalakulásunkkor megfogadtuk, hogy minden évben ültetünk egy rózsatövet, és ez az egyik apropója is volt, hogy idén két rózsatövet is ültettünk, mivel, ahogy mondta is az előbb, tehát elmaradt sajnos tavaly, és ezt tovább folytatjuk a táblaavató után, a béke és a reménység fájának az elültetésével, mivel a rózsahölgyeknek az egyik alapfogadalmunk, hogy a béke, a reménység és a harmóniát közvetítjük a velünk kapcsolatba kerülő emberekkel, és ez nagyon fontos számunkra. Mert a szeretet, a harmónia, a békesség nagyon fontos, hogy boldogan is tudjunk élni. Ladányi Irén, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola alapítója. A Ladányi Irén életét ismertető felolvasás alapján megtudhattuk, hogy 1897. március 3-án Debrecenben értelmiségi családban született. Gyermekkorától komoly érdeklődést mutatott a zene iránt, zongora tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végezte. Több országban is vendégszerepelt, karrierje csúcsán egy vendégszerepést visszautasítva költözött Beregszászba és választotta a gyermekek oktatását. Az ő nevéhez fűződik a zeneiskola megalapítása. Antónikné Polónyi Katalin érdemes művész 1922-ben született Beregszászban. Miután férjhez ment, Nagyberegre költözött, ahol felfigyelt a falusi asszonyok szövött és varrott textil mintáira. Gyűjteni kezdte a motívumokat és a hozzájuk kapcsolódó történeteket, majd megalakította a szövő és hímző csoportot. Polónyi Katalinnak, vagy ahogy a helyiek ismerték, Katóka néninek köszönhető részben az, hogy a keresztszemes hímzés fennmaradt, hisz felismerte a hagyományápolás fontosságát és szükségességét. Véletlenül, tiszta véletlenül kerültünk Nagyberegbe annak idején, jó magam is, és hát annyira megtetszett a beregi szőttes és kézimunkakészítés, mert akkor már 76-ban, 77-ben javában működött a kolhoz. És Katóka néni egy nagyon érdekes, vidám személyiség volt, tele energiával, és mindenki erre átragasztotta ezt az energikusságot, és magát a magyarság iránti szeretetet, tiszteletet, a magyar embereknek a tiszteletét, tehát a hagyományokat. Abba az időben bevitte a lakásába a népművészet minden egyes darabját. Tehát amikor bement az ember a lakásba, úgy érezte, mint egy múzeumba lépett volna be, holott ez egy modern lakás volt. És mindenkivel olyan szeretettel, de olyan odaadással tudott beszélni, elmondani egy minta, egy motívumnak az eredetét, hogy mire használták, hogy milyen nehéz munkával állították elő az asszonyok. És tehát ő tisztelte az embert és az embernek a kezemunkáját, és mindazt a hagyományt, amelyet eleink létrehoztak. Az emléktábla avatást követően a Rózsahölgyek Társaságának tagjai átvonultak a központjuk épületéhez, ahol az udvaron közösen ültettek el egy babérfát. Az általuk a béke és a reménység fájának nevezett csemete szimbolizálja a rózsahölgyek alapértékeit, hiszen számukra fontos a béke, a reménység és a harmónia.